Sziasztok! Szeretném bemutatni az elefánt szemének a hímezését. Hát sajnos ez most elég közel van, de megoldjuk. A kamerával vannak itt gondjaim. Jó, tehát hova rakjuk a szemet, mint látszik. Ugye az ormánynak a behorgolási pontja fölé pontosan. Tehát innen alulról kivezettem a fonalat, itt jövök föl, ahol az ormányt belehorgoltam, illetve két sorra följebb. Jó? Bocsánat, tehát itt innen fog indulni közvetlen az ormánytól a szem, és két sorra följebb jövök föl. Hagyunk egy kis fonalat majd a csomózáshoz. És szépen elkezdjük az öltéseket. Csak hogy körülbelül hány öltés lesz. Jó, így. Kettő. Három. A fonalat itt tudjuk igazgatni, hogy hova essen. Három. Ez a negyedik öltés. Csúszik a közöm. Hoppá. Történt egy kis mellőr, mert véletlenül belebögtem. 3-4, megpróbálom kijönni. Jó, akkor ki kell fűznem a tűt, mert csak így tudom ezt kiszedni. Jó. Újra befűzzük. Eddig volt 3-4, azt hiszem. Tehát mindig egy pontba öltünk. 5, és ez így szépen elkezd majd a fonalaktól gömbölyödni. Hát, ahogy a fonalak egymás mellett vannak. Így, közelről most mutatom. Hát ez eddig volt 5. 6, 6, jó, szerintem ennyi elég lesz, 6, most átjövök a másik oldalra, jó, tehát itt bedugjuk, és kijövök itt mellette, kihasználjuk ezt a nagy lukat, jó, szépen az ujjunkkal tudjuk igazítani, hogy hova essen. Jó. Hát, és akkor most ezt viszont fejjel lefelé, ugyanúgy megfogjuk szépen két sorral följebb, tehát 1, 2. Egy. 1, 2, 3. Ez 3 sor lett. 1, 2, 3. Hát erre mondják, hogy sose lesz egyforma. Mert ott például két sor. 1, 2. 1, 2. Hát ez valamiért 3 lett. De hát végül is így is jó. Tehát azt mondja, 1, 2, 3. Na nem baj. Akkor ez 3 magas lesz ez a szem. 1, 2, 3.
három. Négy. Jó volt négy öltés. Négy. Öt. Öt, három, négy. Öt. Igyekezzünk mindig úgy, hogy egymás mellé menjenek a fonalak. Ne egymás tetejére. Elnézést. Úgy. Inkább erről kellene. Hát. Na, nézzük meg szemből, hogy néz ki. 5-6, még kell. 5-6. Hét. Na még egyet szerintem. És kijövünk alul. Pontosan ugyanott, ahol bejöttünk. Jó. Jó. Óvatosan. Meghúztuk. Tehát, akkor látjátok. Megkötöm a csomót. Jó. Elvezetjük a fonalat. Vagyis behúzzuk a csomót. Jó. Ezt levágjuk. Másik fonalat. És elvezetjük valahol. Elvezetjük. Nem sikerült. Jó. Ez elkészült most. Jó. Most megmutatom, a fehér kis pöttyöt rakunk bele. Tehát most következik ez a fehér kis pötty, hogy élőbb legyen a kis tekintete, hogy olyan legyen, mintha élne. Jó. Ezt a kis fekete vigyókát. Leragadt egy kis fekete. Jó. Tehát ugyanúgy valahol bevezetjük a fonalat. Mondjuk itt. Kijövök a közepénél. Kijövök a szem közepénél. Bocsánat, igen. Jó. Tehát kijöttem a szem közepénél. Megint hagyok egy kis vonalat. Jó, és most itt megfogom, és kicsit balra föl. Visszadugom. Úgy, és megint kijövök a másik szemnek a közepénél.
Jó. Lazán húzunk csak meg. És most megint kijövök valahol följebb. Így. De már ide jövök. Ahol kivezetem a fonalat. Jó. Nagyon lazára húzzuk meg. Ezt eldolgozzuk. Szintén. És behúzzuk a szállat, illetve a csomót. El is tűnt a csomó. Jó. Egy kicsit összehúzzuk. Jó. Húzzuk a másik felét is. Felét elhagytuk, nem baj. Jó. És akkor, ha szükséges, akkor ahogy meghúztuk a csomót, lehet, hogy egy picit behúztuk a szemet, akkor ezt még így megigazítjuk, hogyha szükséges. Jó? Jó. És akkor, amit itt kijöttek, ilyen kis tömőanyagok, szöszök, a tűvel, ahogy kitoltuk, ezt nyugodtan szedjük le, és akkor láthatjátok, elkészült, de kell még neki egy kis szemöldök is. Jó, láthatjátok ezt a pici szemöldököt. Viszont ehhez vékonyabb fonal kell. Ez lehet, vagy egy cérna, vagy pedig egy ilyen, hát ez ilyen hímző fonal tulajdonképpen. Jó, és akkor a technika ugyanaz. Vagyis megnézzük, hogy azt mondja, hogy följövünk, tehát egyenesen, és azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 sor, tehát most bárhol itt kijövök, és egyenesen, tehát bejelölhetjük ezt előbb, tehát azt mondja, hogy egyenesen jövök föl 5 sort. 1, 2, 3, 4, 5, és azt mondja, hogy 1, 2, 3 sor, és egyen lefelé. Tehát mutatom még egyszer, nem tudom, hogy kilogtam, mert 1, 2, 3, és egyen lefelé. Tehát azt mondja, hogy itt van az fej, től lássunk. Tehát 1, 2, 3, és egyen lefelé. Tehát itt lesz a másik szemöldök. Illetve a szemöldöknek a vége. Tehát itt följövünk. Ennyi. Megint megfogjuk a fonalat, persze. Így. Itt lejövünk, és átjövünk ide a másik oldalra, fölfelé. Tehát 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ezt már kiszedhetjük innen. 5. És akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, és egyen le. És kijövök itt, ahol bejöttem. De már pont ugyanott jövök ki. Rájöttem, hogy ez duplán kellett volna, nem szimplán. De lehet, hogy szimplán is jó lesz. Nézzük, hogy melyik jön.
Igen, ez jön, tehát akkor így lett a szemöldök. És akkor ezt ugyanúgy eldolgozzuk, úgy eddig. És elvezetjük a fonalat benne csomót. Így. És ezt is elhúzzuk valahova. Belsejébe. Néha beleakadunk a tömítőanyagba. Jó. Visszahúzzuk ezt, hogy ne legyen. Hát, ha véletlenül megpusztuk az előbb. Jó. Szerintem a dupla szál az kéne, de most így marad. Tehát ez most egy szálas marad. De lehet, hogy megkijavítom két szálasra. Jó. Tehát akkor láthatjátok, hogy így néz ki az elefánt szeme hímezve. Jó. Így. Sziasztok! Kellemes hímezést!